A már ismert versmondónak számító 12. B-osztályos Szabó Bálint mellett a fiatalabb Szabó Noémi 9. A-osztályos tanuló kapott külön díjat az idei Gézanapi megyei szavalóversenyen. Két faludi verssel bizonyította erre az irodalmi műfajra való rátermettségét az ifjú hölgy. Ezek közül az egyiket mondta el a Géza gálán, a Karenina Anna és a Kapuet Júliát. Ez igazából kissé társadalomkritika, és ugye a két mű szembeállítása, ugye a Rómeó és Júlia, meg Tolsztoj regénye. Jó, hogy Tolsztojnak, bár nagyon utálta, nem volt módja Shakespearehez nyúlnia. Különben a harmadik felvonásban valahogy így beszélne Júlia. Haragszik ránk Venona kapitánya. Leszek hát Párizs felesége. Jó atyám és társadalmunk ezt kívánja. A külön díj a Géza gálán learatott közönség siker óriási ösztönzést adott Noéminek, hogy még komolyabban foglalkozzon a versmondással. A Géza gála előtt egyébként izgult nem is kicsit, hiszen ennyi ember előtt még egyszer sem kellett verset mondania. Ahol én szavaltam, ott harmad ennyien voltak, és harmad ennyien néztek, és hirtelen sokként ért ennyire sok ember, még ha laikus szemben nem is számít ez annyira soknak. Volt egy kis lámpalázad, és emiatt talán, hogy ennyi ember előtt még nem mondtál verset? Hát nem igazán kicsi, és volt lámpalázam. Hogy hogyan tovább jelentkezel egy szakkörbe, vagy esetleg képzed magad ezen a téren, és az iskolai tanulmányok mellett? Igen, persze képzem magam, és elméletileg alakul is majd itt újra Bátaszéken egy amatőr színész társulat, amiben nagyon remélem, hogy benne leszek, és mindenképp szeretném fejleszteni az ilyen képességeimet, hiszen azért ahova készülök, oda mégiscsak jól jön valamiféle referencia. Szabó Noémi ugyanis 3 év múlva szeretné megcélozni, és pedig sikerrel, a színművészeti főiskolát. Van-e kedvenc szerződ a világirodalomból és a hazaiból? Igen, az utóbbi időben Faludi nagyon a szívemhez nőtt, külföldiek közül pedig Byron, Edgar Allan Poe, és hazaiak közül pedig még talán Ady Endrét és Radnótit tudnám megemlíteni. A jövő évi Géza szavaló versenyen, majd az azt követő gálán már megeshet, hogy az általa felsorolt kedvenc költők egyikétől is hallhatunk tőle verset.